Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedélyesen vagyok, és tettem egy ígéretet, hogy meg fogom látogatni ezt a helyet. És innen a patak partjáról jelentkezek, meg is mutatom, hol van a patak, ahol fát termeltem ki 10-valahány évvel ezelőtt az unokatestvéremmel és a szénégetőknek, és micsoda véletlen, hogy a szénégetők eledelét, az olasz ételt, a carbonara alla spagettit készítettem el vasárnap. És itt a patakból, halászott halból is elkészítettem ott egy finom ételt, és nagyon ízlett nekik, úgyhogy ez körülbelül, nem tudom mennyi lehet a körülbelül a az időintervallumban, hogy lőjem be, de 14-5 éve, 6 éve lehetett ez a sztori Szederjesen, és itt a futballpálya is van, ott még fociztunk is, úgyhogy a kocsmából és a boltból bevásároltunk, és úgy tudom, hogy körülbelül 2 vagy 3 hetet töltöttem itt, hát szép emlékek kötnek ide a helyhez, meg is látogattam, úgyhogy ez az emlékek sztoriba fog szerepelni. Hát ez már nem gyermekkori emlék volt, hanem felnőttkori, de akkor még úgy gondoltam, hogy nem nőtt be a fejem, úgy gondolom most is, hogy akkor még nem nőtt be a fejem lágya, körülbelül olyan 39-40 éves koromra ér be a fejem lágya, de hát van akinek akkor, van akinek elős, van akinek sohasem. Hát ezzel a kis videóval be szeretném mutatni, milyen szép fás, patakos, gyönyörű szép helyen vagyok. Nem akartam kilátogatni a helyszínre, messze is van, és vezet vissza az utam Székelykeresztúra. Fiat falvára közelítettem meg a helyet, és elég saras volt az út, úgyhogy Héjas falva, Újszékely és Keresztúr irányába veszem az irányt hazafelé. Itt a vasút mentén megkérdeztem egy kedves hölgyet, úgyhogy útba igazított. Úgyhogy ezennel kívánok csodás napot mindenkinek, viszont látásra, viszont hallásra.